Üdvözlök mindenkit, Nekrozsim vagyok, jön egy kis Ghost Recon, egy rejtett gyönszem a játékok között, a legalábbis a Wildlands, illetve hát elég jó volt, az elmúlt idő Ghost Recon játékai elég jók voltak, azt kell, hogy mondjam, de én különösen a Wildlands-el nagyon is elégedett voltam. Wildlands azon játékok közé tartozott, ami a mai, hogy is mondjam, sietős világba tökéletesen beleilleszkedett. Egy nagyon jó kampányt hoztak, ami nem volt túl erőltetett, nem volt túl komplikált és túl bonyolult, de nagyon szórakoztató volt, és könnyedén végig lehetett menni rajta, majd aztán éveken keresztül ugye támogatták különböző kis kontentekkel, nagyon fan kontentekkel, mint például a Predator elleni harc, az egyszerűen le a kalappal, Sam Fisherrel való együttműködés, kooperálás, ugyebár Úgyhogy nagyon-nagyon korrektül ki volt vitelezve a játék, ahogy haladt az évekkel. És nem el régiben kaptunk egy kis melléküldet, és megint egy ilyen kis mission ami arra a névre hallgatott, hogy Oracle, Operation Oracle, hogy pontosítsak. Na és a meglepetés ebben az egészben, ugyebár, hogy a panisőrnek a színésze, legalábbis az új a színésze, hogy a John Bental uh, játszik benne, éké a, a. csávó, akit lelőttek a Walking Dead-be, és a többi sok filmben játszott, tudjuk ki az. Uh, és ő kapott egy szerepet, ami elég, elég meglepő volt. Maga ez a küldetés, amit itt csináltuk a Wildlands-be, ez nem volt akkora szám játék technikai szempontból. Semmi különös, amit eddig nem láttunk volna a Wildlands-ről, hozta a kötelező ö, dolgokat, amit tudni szerettünk volna, de ugyanakkor bemutatta, ugye ö, a Punishert, bemutatta, mint egy új karaktert a Wildlands-be, illetve elszórt néhány morzsát a következő Ghost Recon ö, játékkal kapcsolatban, amiről ugyebár ö, Ghost Recon Breakpoint megjelent a trailer, megjelent egy gameplay, és ez az, amiről szeretnék beszélni nektek, illetve kielemezni azt, hogy mit láthattunk a gameplay trailerben, illetve mit láttunk a gameplay magában, amit hoztak, egyszerűen elképesztő jeleneteket, ö, hoztak magukkal, illetve, hogy miről szólhat esetlegesen a történet, és hogyan kerültünk el idáig, mert a hírek azért, és a pletykák el visszanyúlnak, egy kicsikét. Na most, amiről szólni fog, vagy a téma, amiköré helyeződik, úgy néz ki a Ghost Recon Breakpoint, az egy úgynevezett cég, aminek az a neve, hogy Skell Technologies. Na most ez a Skell Technologies az összes Ghost Recon játékban az a cég volt, amely fejlesztette a különböző drónokat, fegyvereket, és mindenféle kütyüt, amit fejlesztett, és amit a ghostok maguk is használnak, ettől a Skell... Technologies-től jön. Na most úgy, na most ez, ez kiderült, különböző uh, gamerek gémerek felfedezték, hogy létezik egy ilyen weboldal, hogy Scale Technologies, és hogyha beírod a megfelelő uh, jelszót, uh, illetve felhasználó nevet, azt hiszem a felhasználó név az Asantos, az, a jelszó az 10068. 1 0 0 igen, uh, és ha belépsz, akkor egy kis videót játszik le neked a websájt, és magyaráz neked elől a Skell Technologies uh, cégről. És amit én észrevettem a trailer alapján, hogy most kivételesen nem mi leszünk a vadászok, a Ghost Recon breakpoint is, ez később ugye, ez, ez ki is derült, hogy így lesz, hanem mi leszünk azok, akik vadásznak ránk. Na, és ki lesz az, aki vadászik ránk a legtöbbször? Hát maga, a Punisher. A trailer nagyon jól ki van dolgozva, beszél arról, hogy te egy ghost, vagy és egy, mit tudom, én egy ghost vagyok, egy harcos, akit arra képeztek ki, hogy még azelőtt ledarája az ellenfelek, mielőtt az ellenfél azt is tudná, hogy létezik, és hogy be akármilyen kemény lehetsz, én el fogok jönni, és ki foglak téged nyírni. Ez volt az üzenete, amit ugye a narrátor mondott a videó alatt, és a akkor egyszer csak megszólal a Punisher, hogy hát én is ghost vagyok, és nem várok el tőled kevesebbet. Úgyhogy úgy néz ki, hogy igen, kőkemény ellenfelek leszünk, és nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a Scale Technologies cég felbérli, vagy ennek fog dolgozni ugye a kedves kis Punisher, és ő ellenük fogjuk felvenni a harcot hogy miért azt még nem tudjuk, mit akarhat egy hatalmas multinacionális cég uh, a góztoktól, és miért érzi magát veszélyben ezektől az emberektől, uh, akik ugye a góztokat képviselik a játékba. Kicsit térjünk rá arra, amit láthattunk gameplay téren is. A, a trailertől megjelent egy ilyen 13 perces alfa gameplay és srácok, um, hát nem fogom most már hype-olni semmi a játékot, nagyon talán igen, talán nem, de ezt a játékot most így olyan vizuális, uh, erotikus játékmenetet mutattak be ebben a, ebben a 13 percben, hogy én egy, egy pillanatát sem bírom elhinni ennek az egésznek. Tehát ihetetlenül precíziósan meg lett szerkeszve. De, hogyha a játék még csak a fele lesz, a fele lesz annak, amit ebben a 13 percben megmutatták. Az a játék már jó lesz. Már a Wildlands-nek is a lövésmechanizmus, mozgásmechanizmus, környezettel való interakciója mindezek már tök jók voltak, tehát már egészen megfelelők lettek, de itt, hogyha egy pillanatra is igaz, amit láttunk abban a 13 perces gameplaybe, egy pillanatra is igaz, akkor egy következő szintre emelték ezt az egészet. Max fog sebesülni, ami befolyásolni fogja a célzásodat. Éhezni fogsz, ezért ennet kell. Sárral bekenheted magad, hogy elresd magad az ellenfeleit között. És egyszerűen ilyen, olyan apróságokat meg kell gyógyisd magad, be kell kötözd magad, szóval ilyen apróságok hozzá lesznek adva, ami azt hiszem, hogy egy mai játékban nem nehéz kivitelezni. Viszont ami nehéz, és nem láttam még játékban kivitelezni, és erre a legjobb példa az Antemnek az E3-as versus a valódi megjelent játék. A legjobb példa az, amiket láttunk ilyen apróságok, hogy a kamera szinte magától mozog és beáll neked abba a tökéletes szögbe, hogy mindent láss. A, 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 tény, hogy meglőnek, és az ellenfél elkezd sántítani, továbbá különböző kis mondatokat elejt, hogy jaj, ez nagyon fáj, a, a, gurulás, a, a, lejtőn esetleg, és, és ezek a különböző kis apró elemek, amelyek a ismervén, hogy milyen egy játék és egy játék mozgás kultúra ismer, mindezeket egyszerűen filmszerűvé tették az egész jelenetet. Igen, felfogtam, hogy több játékos szemszögéből volt az egész, de olyan kamera beállások voltak, ami előre megszerkesztett videóra utal. Szóval ezért mondom, hogy nem ismerem hype -olni. ezt az egészet, hogy, hogy ebből egy valódi valóság lesz ebből a 13 percből, amit, a, amit csináltak. És például ott van a harcrendszer, hát mi a franc. Azt megnézem, hogy melyik videójátékban van és lesz a jövőben egy olyan harcrendszer, mint amit itt bemutatott. Az egyik, ugye, a, a csajkatona az egyik ellenfél ellen, hogyha valamilyen oknál fogva, azt ki tudják vitelezni akár hogyan, és én ne, nem is tudom, Quick Timing eventekkel tudom elképzelni, hogy ki lehet vitelezni egy olyan harcrendszer, de az, hogy te irányíts abban a harcrendszerben, az szinte lehetetlen lesz, hogy kivitelezik, hogy már annak nem lehet uh, bedőlni. Hátránya ennek a, az egész játéknak, amit mondtak uh, róla, hogy szóló és co lesz a játék, viszont hogyha szólóban játszol, nem olyan lesz, mint a Wildlands, hogy lesz neked négy társad, hanem frankon szólóban lesz, szóval nem lesznek NPC társaid, viszont ha úgy döntesz, online felcsatlakozol és négy akár random emberhez, vagy a haverjéthöz is rácsatlakozhat, és nyomhatjátok uh, csoportokban. Na most annyi, annyi, biztos, hogy a Wildlands maga a Skoobban elképesztő élmény tud lenni, hardcore módban pedig még elképesztőbb élmény tud lenni. Tényleg komplex taktikát, illetve óvatos, megtervezett gameplayt kell véghez vinni ahhoz, hogy, hogy sikerrel végigmenj egy-két küldetése, hogyha nehezebb um, levelt választod arra, hogy végigjátsz a játékot, és nagyon-nagyon jó élmény tud lenni, hogyha haverokkal játszol. Szólóba is szórakoztatod, de értelmszerűen nem annyiba. Nos, te mered-e hype a Ghost Recon Breakpointot, a, a, nagy bejelentést, hogy látod, várod-e a játékot, és tekintve azt, hogy hogy a Wildlands milyen volt, illetve hogy te megvetted -e a Wildlands vagy nem, és ennek tekintetében meg fogod-e venni esetleg, vagy tervezed -e megvenni a Ghost Recon Breakpointot. Nagyon köszönöm a figyelmet, uh, következő videóig iratkozzatok föl, a csengő jelecskére nyomjatok rá, hogy értesítést kapjatok a videókról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!